nem tudom, azt el lehet mondani a blog, vagy azért kurva jó zenét játszunk. Az az egésznek a lényeg, hogy táncoljál rá. Tehát ez az üzenet, hogy nehogy otthon maradjál véletlenül, gyere el, basszál be és táncoljál rendesen. A szövegrész kurva jó, és amikor bejön a refén, az kibaszott kurva jó. Tehát ez így történik. Vannak dalok, amik lágyabbak, meg vannak dalok, amik keményebbek. De ezt így jó, elosztjuk. Jó, a legjobb arány. Arányérzékünk az kurva jó. A bandiban még muzsikálgattunk annak idején egy ilyen sikertrióval, amit a picit erőszakos égerezés így tönkretett. Mert több volt a jéger, mint a muzsika. De ez nem volt baj. Mint ahányan voltunk a színpadon, meg ahány számot játszottunk. De ez nem volt baj, mert ez így megadta az alapot, mert így rájöttük, hogy nekünk van keresni valónk egymással. Megtaláltuk ezeket az embereket, akik ugyanolyan vehemenciával és ugyanolyan energiával tudják tolni ezt a dolgot, amit így megszültünk hosszú évek alatt az agyunkba. Cimbalmozás gitáron, hogy jött neked? A cimbalmozást a Muhel váltja ki belőlem. Tehát ránézek és látom a szemébe, hogy ő ütni akarja a gitáromat. Tud cimbalmozni? Ő mindig azt... Ja, bocsánat, hogy itt szádba lököm a vodkát. Ez úgy volt, hogy a Muhelnek cimbalmos felmenői vannak, és egyszerűen meglátja nálam a gitárt, és látom, hogy szikrázik a szem, hogy ő ütni akar. És akkor így megszánom. Tehát a koncert közepén én megszánom, mert már nem bírok vele, és így oda kínálom neki a gitárt, és akkor végre kiélheti magát. A cimbalmos különben azért is fontos a sajnak is, mert nekem is cimbalmos sajunk van. Az összes cimbalmosnak itt ódolatva a haja, azt észrevettétek már. Hogy hát úgy kilóg neki, és vigyorog. Az összes cimbalmos. És ez, mi igazából imádjuk a cimbalmos megoldást.